Köszönöm. Sziasztok! Megvan az a helyzet, hogy szilveszterkor ott álltok hát, pesgős pohárral a kezetekbe, és újévi fogadalmat tesztek. Hát nálam ez így hangzik. Jövőre tuti javítok a munka magánélet egyensúlyomon, kevesebbet dolgozom, egészségesebben élek, többet sportolok, többet alszom, és természetesen lefogyok. Hát van, ami ebből megvalósul, van, ami láthatóan nem sikerült, Úgyhogy tartsatok velem, gyúrjunk egy kicsit együtt a következő szilveszterrel. Mit is jelent a munka élet, a munka magánélet egyensúlya, vagy a work-life balance? Hát ki tudja, hogy egy egykor mi volt, ma azt gondolom, hogy ilyen nincs. Ez egy illúzió, és nem létezik. Hogy miért nem létezik? Azért, mert szeparáción alapul. Azon alapul, hogy el tudom választani a munkát és az életet, ezek versenyeznek egymással, és valami csoda folytán 50-50 százalékban tudom őket tartani. Az egész koncepció olyan, mintha a munka a sötét oldal lenne, amit le kell tolnom, ahhoz, hogy utána a jó dolog az élet következzen. Azt tuti biztos, hogy nem engedhetem meg magamnak, hogy akkor kezdjek el élni, amikor kilépek az irodából. De higgyétek el, hogy a munkahelyem se engedheti meg magának, hogy robotpilota üzemmódba foglalkoztasson. Szerintem akár hiszünk ebben az egyensúlyban, akár nem, mindenképpen át, érdemes átgondolnunk, hogy mihez a kérdéskörhöz a viszonyunk. A, a technológia fejlődésével szerintem ma már egyszerre jön minden a csövön. A technikai eszközök rugalmasságot adtak arra, hogy bármikor bármit elvégezzünk, de, de, veszélyt is rejtenek magukba. Azt a veszélyt, hogy sosem hagyjuk ott az irodát. Ismerős nektek a, a half-doing érzés? Egyfajta egy megosztottság érzés? Két helyen próbálsz jelen lenni, szabadságon vagy, de megnézed a munkaleveleidet is. Nagyon nehéz fókuszálni, nehéz itt és most jelen lenni. Hazavisszük a munkát, és bevisszük az otthon a munkába. Elmosodtak a határaink. A telefon sem egyszerű kikapcsolni, de még a telefon csak-csak kikapcsoljuk. De az agyadat hogyan kapcsolod ki? Hát szuper lenne, ha el tudnánk sajátítani egy ilyen plugin, unplug típusú funkciót. Egészség, van life, mit értek ez alatt? Azt gondolom, hogy ugyanazt akarjuk, mint eddig. Ugyanazt akarjuk, hogy beleférjen minden, hogy legyen idő arra, ami igazán fontos szám, hogy számunkra igazán fontos, hogy teljesek, egészek, egészségesek legyünk. És nekem ezt foglalja össze a One Life kifejezés. És ezzel kapcsolatosan számos kérdés izgat. Az izgat, hogy kinek mi a felelőssége. Mi az, amit, a, amit nekem kell megoldanom, és mi az, amit elvárhatok a munkahelyemtől. Nagyon fontos dolog az, hogy a One Life nem azt jelenti, hogy egyszerre történik minden, szerintem ez nagyon is a fókuszálásról szól. Szóval az én tanulságom, az én személyes utam ebben az, hogy ne a szeparációra törekedjünk, hanem a fókuszra. És hogy mit értek ez alatt, ezen gondolkodtam, hogy hogy tudom ezt nektek egy jó képpel átadni, és a Tetris ugrott be, hogy miért. A határok elmosodtak is, de keretek, még ha olyan kicsik is, azok kellenek, hogy legyenek. Azokról én akarok dönteni. Ezek a blokkok, és ezek a blokkok jönnek szakadatlanul. Versenyben vannak, versenyben vannak a figyelmemért, az energiámért. Megpróbálok jól dönteni, megpróbálok gyorsan dönteni. Forgatom őket, kísérletezek, hol sikerül, hol nem, hol leesik, hol pedig direkt engedem leesni. És egyszer csak ott alul összeáll az a sor, és megélem azt, hogy egész vagyok. Ez egy nagyon különleges pillanat, de ha belegondoltok, sokszor nem sokáig tart, mert rögtön az újabb blokkok, az újabb megoldandó feladatok azok, amik lekötik a figyelmünket. És bármilyen ügyesek vagyunk, egyszerre csak egy blokkal tudunk foglalkozni. Szerintem nincsen multitasking. Gyorsan váltjuk a fókuszt, de mindig csak egyszer egyre tudunk koncentrálni. És felhívom a figyelmeteket a fehér helyekre, a white space -ekre. Szerintem ez az a tér és idő, amikor újra tudunk értékelni, reflektálni, gondolkodni. Ez a csend helye. Szerintem nem érdemes minden helyet kitölteni. Engedjétek magatoknak meg a csendet is. Szóval a tetris az én képem, az én one life omról és vajon mi a ti képetek? Szerintem érdemes ezen egy pillanatot gondolkodni. És az is érdekel engem, hogy ha a one life ot lefordítjuk a szakmára, akkor vajon találunk-e itt, találunk -e itt együtt közös nevezőt ebben? Szeretnék röviden bemutatni nektek két kutatást ebben a témában, amik számomra rendkívül gondolatébresztőek voltak. Az első kutatásban arra kérték a tesztalanyukat, hogy gondolják át az előző napjukat, képzeljék el, hogy az életükből egy filmet forgatnak, milyen jelenetekből áll a film. Majd arra kérték őket, hogy ezekhez érzéseket, élményeket társítsanak. Magyarul a kutatás célja az volt, hogy nézzük azt meg, hogy mivel mennyi időt töltünk, és ezek mennyire élvezetesek számunkra. Hát nézzük meg, hogy mit találtak. Azt gondolom, hogy az első megállapításunk egyik kötőknek sem lesz marha nagy újdonság. Azt találták, hogy több időt töltünk munkával, mint bármely másik tevékenységgel. De a másik mondásuk, azt szerintem már egy izmos, az úgy hangzik, hogy a fizetett munka az egyik legkevésbé élvezetes tevékenység. Képzeljétek el, hogy annyira kevéssé élvezzük a munkát, mint a munkába járást és hát budapestiként ezt én rendkívül félelmetesnek tartom. Vagy olyan tevékenység például, mint a házastársal való bevásárlás, hát még az is sokkal élvezetesebbnek bizonyul, mint a munka. És kivel szeretünk időt tölteni? Hát szintén az első helyen lévők nem lesznek meglepetések, a barátokkal, a rokonokkal, és a harmadik, negyedik, ötödik helyér pedig a család, a társ és a gyerekek vetélkednek. Őket követik az ügyfelek, a munkatársak. És mit gondoltok, ki van az abszolút utolsó helyen? Kivel szeretünk legkevésbé időt tölteni? A főnökkel. De vajon miért? A Weizmann Group 2011 és 2016 között vizsgált vezetőket, és azt találták, hogy a vezetők átlagosan 66%-ban használják ki a munkatársai kompetenciáját. És képzeljetek el, ugyanezek a munkatársak a nap végén arról panaszkodtak, hogy agyon hajszoltak, és mégsem használják ki a bennük rejlő képességeket. Tehát gondoljatok bele, egyszerre agyon és alul tudunk lenni. A másik szám pedig a Gallup 2017-es elkötelezettség felméréséből való. Azt állítják, hogy a munkatársak csupán 33%-a elkötelezett. Gondoljatok bele, hogy ez mit jelent háromból két ember esetén elveszítjük az egészség lehetőségét. A másik kutatás, ami szintén engem arra késztetett, hogy nagyon gondolkozzak el erről, hogy mi a munkámnak a szerepe az életemben, ez a kutatás is a Galluptól származik. Ők azt vizsgálták, hogy hogyan változtak a munkával kapcsolatos elvárásaink. Ezt generációs bontásban nézték, és kétségtelenül találtak generációs különbségeket, de nagyon komoly megállapításuk az, hogy óriási különbségek nincsenek a generációk között. A megállapításaikat The Big Six néven foglalták össze, és itt látjátok őket. Azt gondolom, azt gondolom hogy ez a szlájd önmagában egy csomó beszélgetésre és vitára adhat okot. Engedjetek meg, hogy teljesen szubjektíven néhány gondolatot kiemeljek ebből. A szüleimmel, az ő generációkkal beszélgetve azt tapasztalom, hogy sosem volt ez egy könnyű dolog összeegyeztetni a munkát és a magánéletet, de nekem az jött le ezekből a beszélgetésekből, hogy legtöbbször az igazán fontos célok a munkaidőn kívülre estek. Ha elfogadjuk, hogy most a One Life-ba az időnk legnagyobb részét a munkával töltjük, akkor ebből egyenesen következik az, hogy az igazán fontos célok a purpose, az nem eshet csupán a munkaidőn kívülre. Igenis igényeljük azt, hogy értelmes munkát végezzük, hogy tudjuk, hogy hogyan segítjük ebben a vállalatunkat, és nem utolsó sorban a saját céljaink elérését. És ha ki kell még két gondolatot emelni, akkor én a főnököt választom, akivel nem szeretünk beszélgetni, és ezt a gyengeség erősség kérdését. Nekem ebben a kettőben az a közös, hogy ezeket nem most hallom először. Egyikötök sem most hallja először, és mégis az az én tanulságom, hogy nem mondhatjuk, hogy dandil, megcsináltunk, túl vagyunk rajta, lépjünk tovább. Nagyon régóta tudjuk, hogy a hagyományos főnök szerep, amikor a főnök irányít és ellenőriz, az nem vonzó. Olyan főnököt szeretnénk, aki aki felénk fordul és, és ránk figyel. A gallop kutatásban a megkérdezettek 50%-a és szerintem ez egy döbbenetes szám. 50%-a azt nyilatkozta, hogy a főnökük nem tölt velük rendszeresen időt, nem hallgatja meg őket, és nem tesz erőfeszítést abban, hogy megismerje őket. Azt gondolom, hogy sokat beszélgetünk ezen a fesztiválon és az üzleti modellek változásáról, megváltozásáról. Hát nem csak azok változtak meg, hanem azok végrehajtásához, megvalósításához szükséges vezetői készségek is megváltoztak. Nekem meggyőződésem, hogy a One Life azt jelenti, hogy a mélyebb emberi tényezőkre koncentráló vezetés lesz az, ami előtérbe fog kerülni. És mi a helyzet ebben a Erősség-gyengeséggel. Hát azt is tudjuk 120 éve, hogy érdemes az erősségre építeni, abból lesz az elkötelezettség. Én azt tapasztalom, hogy újra és újra alábecsüljük, hogy mennyire a gyengeségekre koncentrálunk. Mondok egy példát erre. Megkérdeztem a barátaimat, hogy amikor fogadórát választanak a gyereküknek, melyik tanárhoz mennek. Oda mennek-e, ahol a gyerek okos ügyes szárnyal élvezi csillog a szeme? vagy oda mennek, ahol hát bizony egy kicsit reszelni kell a helyzetet, mert döcög a teljesítmény. Az én barátaim az, az utóbbi körbe tartoztak, mindenki oda ment arra a fogadórára, ahol a gyerek rosszabbul teljesített. Tehát az erősségekre kéne koncentrálnunk, de nem vesszük észre, hogy nem, hogy nem tudunk elszakadni a gyengeségektől. Próbáltam példát gyűjteni, nekem nem igazán sikerült, amikor egy gyengeség fejlesztésével kimondott erősség jött létre. Persze foglalkozni kell vele, kell a kockázatot csökkenteni, de marha nagy melóval csak középszerű lesz ez a dolog. Igazi egyéni teljesítmény, és ez igaz a vállalatira, csak erősségekre építésre lehetséges. És egy utolsó gondolat itt az alsó sorból, my job, my life. Hát azt gondolom, ezek rendesen nagy szavak. Biztosan mindenkinek más jelentenek. Az én szumázásom ebből az, hogy Tudom, hogy nem vagyok hajlandó feláldozni a magánéletem szféráit, de egyre nehezebben tudom a munkát ettől elkülöníteni. És ebből az következik számomra, hogy egy munkahely vagy az egész lényemet a teljes ember tudja megszólítani, vagy nem fog tudni elkötelezettséget építeni és ha ezeket mind lefordítom, hogy akkor holnap mit fogok másképp csinálni háresként, vagy ha kinyitom a kérdést, nektek a vállalatoknak milyen lehetőségeitek vannak arra, hogy az egészséget megteremtsétek, vagy megóvjátok, akkor nekem ez a kép ugrott be. Én nagyon szeretem az egyszerű és megfogható dolgokat. Hát mi jön ezekből a kutatásokból le? Az jön le, hogy egy csomó mindent Jól csinálunk a munkán kívüli életünkbe. Jól kapcsolódunk egymáshoz, jól kapcsolódunk ügyekhez. Hogy tudjuk ezeket a kapcsolódási pontokat bevinni a munkába? Adjunk a munkavállalóinknak sok-sok-sok kapcsolódási lehetőséget a vállalathoz, egymáshoz, a saját céljaik eléréséhez, és fogadjuk el, hogy a munkavállalónk fog választani, hogy melyikhez kíván kapcsolódni. Hogy mondja két olyan kézenfekvő példát, ami vállalati méret vagy szektortól függetlenül azt gondolom, hogy jól irusztrálja, hogy mit akarok mondani. Az első a vállalathoz való kapcsolódás. Nagyon érdekes, hogy milyen különbségek vannak a generációk között. Engem százszorta jobban izgat, hogy mi az, ami közös bennünk. És biztosan közös bennünk az, hogy mindenkinek megvan a saját sztoria. Mekkora szupi lenne, ha ezeket az ez egyéni sztorikat ki tudnánk hangosítani. Mondok erre egy példát is, és direkt egy, egy viszonylag konzervatív üzletágat választottam. Egy kockázatértékeléssel foglalkozó vállalat arra kérte a munkavállalóit, hogy a céges logó mellett mondják el a saját bátorság történetüket. És tették ezt annak a gondolatnak az égisze alatt, hogy ez a bátrak munkahelye és imádták a dolgozók, és száz-száz kapcsolódási pontot találtak hozzá. Mi a ti vállalatok sztoria? Mihez tudnak a ti munkavállalóitok kapcsolódni? Vagy használjuk ki a kapcsolódási lehetőségeket a képzésekkel kapcsolatosan? Hát először is a tanulás közösséget hoz létre. Ezek nagyon könnyen fenntarthatóak a digitális eszközökkel a tanulás lezárta után is. A munkavállalóink hozzá vannak szokva, hogy sok-sok közösséghez kapcsolódnak, és jól fogják érezni magukat azokon a munkahelyeken, ahol széles munkahelyi hálózatuk van és a munkavállalók valós tanulásra vágynak. Az összes kutatás azt mutatja, hogy olyan tanulásra vágynak, amit munkán belül és kívül is tudnak használni. Olyan munkahelyekhez fognak vonzódni, ahol az egész embert látják bennük, és az egész emberbe kíván a vállalat beruházni. A Benefits Watch 2018-as kutatás, ez az egyik legszélesebb körű juttatás kutatás, azt mutatja, hogy a munkavállalók 57%-a és ez volt a legmagasabb szám, amit ebbe a kutatásban találunk, 57%-a a mental well-being javításában várja a, a, a munkavállalók, a munkahelyüknek a támogatását. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy sokszor se a környezetünket, se a velünk szemben támasztott elvárásokat nem tudjuk megváltoztatni, de azt tudjuk befolyásolni, hogy ezt hogyan éljük meg, és ezekre hogy reagálunk. Hogyan koncentráljunk, hogyan aludjunk, hogyan kapcsolódjunk ki, hogyan ürítsük ki az agyunkat, a reziliencia, az empátia, a fókuszálás, a priorizálás vagy a csend. Szerintem nem magánúgy csupán. One life. Hazavisszük a munkát, és bevisszük az otthont a munkába. Összemosodtak a határaink. Meggyőződésem, hogy a teljes emberre való odafigyelés az egészség, Központi kérdés lesz a munkavállalók megtartásában, az elkötelezésben, és a sor végén, és nem utolsó sorban, az üzleti teljesítmény fenntarthatóságában. És azt gondolom, hogy nekünk hr eknek mással is kell foglalkozni. Nézzünk túl a pingpongasztalon, a babzsákon, a gyümölcsnapon és a home office politikán. És nézzük meg végre, hogy milyen valós, igazi kapcsolódási pontokat tudunk adni a munkavállalóknak, a vállalatunkhoz, egymáshoz, és a saját céljaik eléréséhez. És azt gondolom, hogy ebben óriási lehetőségeink vannak. Ha valamikor, akkor most eljött a mi időnk, a hr ideje arra, hogy egyszerre támogassa az üzletet és a munkát. Hát ezeket a kérdéseket fogjuk körbejárni az Union One Life room amely néhány perc múlva nyitja kapuit. Kiváló előadókat hívtunk, beletettünk apait, anyait, Hoztunk nektek orvost, HR-est, pszichológust, papot, sőt mentőst is. Azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas napnak nézünk elébe. Legalább egyszer nézzetek be hozzánk. Köszönöm.